úgynevezett amerikai futóiskola végrehajtása nagyobb koordinációs készséget igényel, de megtanítható a serdülőknek is. Lényege, hogy még a hagyományos futóiskola variált gyakorlatoknál a lendítőláb térdét vagy sarkát rántják fel a sportolók, addig az amerikai típusú gyakorlatoknál a lendítőláb levegőben tartása mellett az ellépő láb gyors körzésével szinte megelőzi a másik lábat. Ezt nagyon gyorsan kell végrehajtani, és látható, hogy a versenyző a karmunka felgyorsításával éri ezt el. Bal 2, jobb 1, jobb 2, bal 3, jobb 1.